Énekkel köszöntötték az érdeklődőket, a nyílt napon fontos tudnivalókat hallhattak a magyar tannyelvű tanítóképzők arról. A tanítóképzővel kapcsolatos hasznos információk átadása után a diákok rövid foglalkozásokon vehettek részt, amelyekkel a kar oktatói készültek. A fiatalok képességfejlesztő játékokat próbáltak ki az interaktív bemutató órán. A későbbiekben hasznukra válhat a különböző játékok ismerete. Gyerekekkel szeretnék foglalkozni, az ő fejlődésüket végigkövetni, ahogyan kijárják az iskolát, és ahogyan fejlődnek majd, ahogy el tudnak helyezkedni később. A tanítóképző szak vonzott, azért, mert sok érdekes dolgot hallottam, és szeretnék is gyerekekkel foglalkozni. Idén az új kommunikáció szak iránt érdeklődtek a legtöbben. Azt hallottam, hogy nyílt az új szak, ami okleveles kommunikátor, és ez nekem ez nagyon megtetszett, mert a beszélőkémmel eddig se volt probléma. Úgyhogy én Újvidéken fejezek, mint designer, és úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen, mondjuk, hogy jó választás utána, és hát én remélem, hogy sikerrel fogok nekiindulni ennek a dolognak. A nyílt napon a résztvevők megismerkedhettek a kar munkájával, valamint részletes útmutatót kaptak a szakokra való jelentkezés menetéről és a felvételi követelményeiről. Érdekes módon az új szak iránt hatalmas az érdeklődés, tehát a most végző középiskolások és a már végzettek is, sőt a szakmában már dolgozó újságok jelentkeznek, eddig olyan 80 érdeklődőt jegyeztünk már fel, úgyhogy hatalmas az érdeklődés. A nyílt napra látogatók mintegy 60%-a általában be is iratkozik a karra.